find my peace in my temple. They agree like the beat to the tempo. Heading out isn't really that simple. That's just intro, this about to infiltrate. No drama, but my whole style instigates. Hello, Szeged 365, sziasztok! Itt vagyunk a Vásár utca egy szám alatt, az első beton építőcentrumában. Tombol az UV-hét, mármint a sugárzás, elképesztően meleg van, és ebben a melegben és a sugárzásban nagyon fontos, hogy ne csak a bőrünket, hanem az otthonainknak a külső rétegét is védjük. Éppen ezért most Német Krisztián áruházvezető fog nekünk segíteni abban, hogy ezt pontosan hogyan is tehetjük meg. Gyertek, nézzük meg! Itt is van velünk Németh Krisztián, szia. Te vagy az áruház vezető az első betonnál, hogyha jól tudom. Rengeteg kérdést kaptunk egyébként az olvasóinktól. Segíts nekem, azt kérdezték az olvasók, hogy ha szeretnénk befejezni egy épületnek a külső kinézetét, akkor ez pontosan nálatok hogyan megy végbe? Ennek a legmegfelelőbb módja az, hogyha az épületet homlokzati vékony vakolattal fogjuk majd kezelni, befejezzük az építkezést, megkapja az épület a külső megjelenését. Ez gyakorlatilag azért fontos, mert így az épület megkapja azt a végső felületkezelést, amivel ellenáll az időjárás mechanikai viszontagságainak, az UV-sugárzásnak, az esővíznek, szélnek, illetve mohásodás, algásodás, gomba ellen is védelmet kapnak az épületek, és erre a legmegfelelőbb több gyártó által is gyártott homlokzati vékony vakolatok, amelyek vödrös anyagok, gyakorlatilag készre keverten, azonnal feldolgozható termékek. Csak egy dolgot kellene kiemelned, hogy miért az első betont válasszuk homlokzati vékony vakolat esetében, akkor mi lenne az? Szerintem erre a legjobb válasz az, hogy az idő, ugyanis a MAPEI által nálunk van egy kihelyezett színkeverő gép, amivel pillanatok alatt gyakorlatilag percek alatt le tudunk keverni a totemen is látható, illetve a kezedben is tartott könyvben lévő színek bármelyikét, és mennyiségtől függően akár 20 percen belül kész van az anyag színre keverve, és felhasználásra készen. Tehát akkor azt mondod, hogy bejövök ide, kiválasztom innen, vagy erről a falról, igen, vagy pedig a kis füzetből, kis, hát jó nagy füzetből, igen, hogy milyen színt szeretnék, és te 20 perc alatt ezt meg is csináljátok. Így van, nekem. A színkeverőgép gyakorlatilag ismeri a receptúrákat, bepötyögjük, hogy mekkora mennyiségről lenne szó, és elkezdi a gyártást, és igazából utána egy vödör percek alatt elkészül. Na akkor válaszunk egy színt, amit most ki fogtok nekünk keverni ott hátul. Csináljuk azt, hogy én mondok egy kéthegyű számot, te mondasz egy kéthegyű számot. Én mondjuk első számnak azt mondom, hogy legyen egy 80-as. Azt mondom, hogy legyen 30. Oké, és akkor, hogyha jól tudom, akkor még egy számjegy hiányzik. Nekem a szerencse számom a 7-es, úgyhogy 80, 30 és 7. Az. Az ez a narancsas szín, úgyhogy elmegyünk, és akkor mindjárt meg is nézzük, hogy milyen lett a végeredmény. Nagyon jó, itt vagyunk kint, mögöttünk már ezerrel dolgozik a gép. Az idő az Miami nagyon meleg van, úgyhogy innen is minden tisztelet az építőiparosoknak. Pontosan mit is csinál ez a keverőgép? Illetve, ha jól tudom, van egy rázógép is. Így van. A keverőgép az gyakorlatilag úgy működik, hogy van egy bázisunk, ez a 25 kilós vödörben van egy fehér bázis, amiben a gép a megkiválasztott szín után a megfelelő mennyiségű és színű pasztából beleadagolja a kívánt mennyiséget, és utána ez a rázógép fogja összedolgozni az anyagot, hogy ez a készre kevert, feldolgozható, megfelelő színű vékony vakolatot megkapjuk. És akkor a legfontosabb kérdés, legalábbis nekem az az, hogy ez nagyjából mennyi, mekkora felületre elég? Ilyen 25 kg-os kiszerelésű vékony vakolat nagyjából 10 négyzetméter fedésre alkalmas, megfelelő bedolgozás mellett.